igazából két nóta van, amiben van az a Warson, tudod, az a régi. Igen. Mert a Charlie is, meg a keresztes is egy egész hanggal lejjebb van. Már kora délutántól nagy volt a készülődés a főtéren, hogy az Alapi István és barátai esti koncertjére minden pontosan a helyére kerüljön, és úgy működjön, ahogy annak működnie kell. A zentenyár keretében megvalósult különleges, számos sztárt felvonultató produkció időpontja, ráadásul teljesen véletlenül úgy jött ki, hogy arra éppen Alapi István gitárművész 60. születésnapja után egy nappal, augusztus 3-án került sor. Tök véletlenül összejött, de kifejezetten nagyon nagy öröm számomra, hogy ugye tegnap töltöttem be a 60. évemet, tehát ez egy érdekes dolog számomra is, bár nem érzem, tehát egyébként úgy nem történt semmi más kép ma reggel, mint tegnap reggel, de nagyon örülök annak, hogy a születésnapom után egy nappal közvetlen itthon játszhatok. Egyébként is nagyon szeretek itthon játszani, meg úgy egyáltalán itthon lenni, én eléggé lokálpatrióta vagyok, ezt mindenki tudja, annak ellenére, hogy nem is tudom, már 30-valahány éve élek Budapesten, de hát én mindenhol azt mondom, hogy én salgótarjáni vagyok, nem budapesti, csak ott lakom jelenleg. Úgyhogy nagyon nagy öröm számomra, hogy ma létre tudott jönni itt a zentenyár keretén belül ez a koncert. Minden annyira tökéletesen összejött, hogy nagyon jó az idő. Ugye a múlt héten még voltak ilyen nagyon necces napok, hogy, és most tényleg ez annyira szépen minden. Amennyire tudom, nagyon nagy az érdeklődés a koncertre, tehát ránéztem ott az egyik ilyen vásárló felületen, hogy mi van, és gyakorlatilag minden jegy elkelt. Ez külön nagyon nagy öröm. De erre azért nyilván valamennyire számítottam is, hiszen nem véletlenül állítottuk össze ezt a koncertprogramot ma úgy, hogy nagyon kedves, és nagyon általam, és gondolom mindenki más által is nagyra becsült zenész barátaimmal fogok itt ma játszani. Horváth Csárli, Végvári Ádám, Takács Tomi, Keresztes Ildi, Sipos Peti, és hát az Alapi Power Band, Sümegi Tamás, Takács Kanóc Roland, Pompos Samu László, és jó magam, fogjuk az estét celebrálni. Úgy kell elképzelni ezt az egészet, hogy ez egy rockházi buli lesz. Tehát a részben a nagyon kedves dalainkat fogjuk eljátszani, a vendégeinkkel közösen, és természetesen az ő legnagyobb slágereik is el fognak hangozni ugyanekkor. Nem ugyanekkor, hanem kis időkülönbséggel, nyilván nem egyszerre két dal. Tehát nagyon nagy várakozással nézünk az este elébe, de olyan jó érzése van mindenkinek, mert minden stimmel egyelőre, és remélem, hogy ez az este hátra lévő részében is csak egyre fokozódni fog. A zenés stábunknak azt is elárulta, honnan jött ennek az egyedi koncertnek az ötlete, amire egyébként elmondása szerint minden résztvevő azonnal lelkesen mondott igent. Amikor Simon Lajossal, barátommal beszélgettünk arról, hogy milyen jellegű legyen ez a buli, akkor valahogy szóba került, hogy én most már több mint másfél éve csinálok az interneten egy sorozatot, az Elmondod Alapinak című sorozatot, ahol zenész barátaimmal beszélgetünk mindenféle dolgokról, ami följön a téma közben, tehát nem beszélünk meg előre semmit, és aztán minden ilyen adás végén az adott vendéggel játszunk közösen egy dalt. És valahogy ez szóba került, és akkor valahogy adta magát azonnal az ötlet, hogy akkor e köré kellene csoportosítani ezt az egészet, mert ebben a dolognak egy részt az az érdekessége, hogy azok az előadók, sztárok, akik eljönnek ma este énekelni, nem csak a saját dalaikat fogják elénekelni, hanem olyan dalokat is, amit ők nagyon szeretnek, de ezek már ikonikus, régi, nemzetközi rock slágerek. Tehát olyan dalok, amiket esetleg ezektől az előadóktól nem is hallott a közönség igazából még, főképpen nem élőben egy ilyen koncerten. Úgyhogy a dolognak ez az egyik érdekessége. Ja, és elfelejtettem a szakszofonos, kanadai szakszofonos barátomat vele, aztán teljesen nemzetközivé vált a történet. Ő persze egy magyar ember, de kint született már Kanadában, tehát egy már második generációs kanadai, Vaski Gábor, ő szakszofonozni fog. Nem mondom el, hogy mit, egy nagyon szép dal, de majd hallja, aki itt lesz. És valóban sokan hallották, hiszen szinte teltház fogadta a zenészeket szerda este a főtéren. Az Alapi Power Band mellé sorra csatlakoztak be a sztárok 2-3 szám erejéig. Keresztes Ildikó volt az első vendég, majd Sipos Péter énekelt ikonikus magyar rock számokat, de színpadra lépett és elénekelte legnagyobb slágerét Takács Tamás. Sokak által eddig nem ismert oldalát mutatta meg a Neoton Familia sztárjai gitáros énekese Végvári Ádám, végezetül pedig az énekes legenda Charlie is színpadra lépett.
napom, igen, egy vagy jó napom legyen. A valóban egyedi és különleges koncert Alapi István és barátainak közös örömzenéjével zárult, az addig ülő közönség is felállva tombolt a Deep Purple ikonikus számára.